Mindannyian ismerjük az aranysárga M betűt, és tudjuk, mire számíthatunk, ha beugrunk a Mekibe egy finom hamburgerre, és nem sok fiatal akad, aki ne szeretné a jól ismert menüket. Ezért ebben a mai videóban elhoztam nektek 15 tényt a McDonald's étteremről. Ha érdekel a téma, akkor tartsatok velem. Kezdjük! Minden 14 órában nyílik egy új McDonald's étterem. Az étterem kezdetben nem hamburgert kínált, hanem hotdogot. Naponta közel 70 millió ember eszik McDonald'sban, ami több, mint az Egyesült Királyság teljes népessége. A vállalat mintegy 75 millió dolláros bevételt termel naponta. Bárhol is leszel az Egyesült Államokban, sohasem leszel 185 kilométernél messzebb egy McDonald's étteremtől. Bill Gatesnek van egy McDonald's aranykártyája, amelyik bármelyik étteremben ingyen fogyaszthat ételt. A Shanghai Hamburger Egyetemre a jelentkezők körülbelül 1%-át veszik fel. McDonald's mára már több mint 100 milliárd hamburgert adott el. Világszerte több mint 37 ezer éttermet tartanak számon. A legészakabbra fekvő McDonald's Finnországban található, a legdélebbi pedig Új-Zélandon. A McDonald's másodpercenként 75 hamburgert ad el. A vállalat évente több mint 1 milliárd dollárt költ különböző reklámokra. Hongkongban és Japánban vannak, akik a McDonald'sban laknak, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy saját lakásban élhessenek. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha szeretnétek még hasonló videókat, akkor iratkozzatok fel és írjátok le kommentbe, találkozunk egy következő videóban, én Vixer voltam, sziasztok!